Az ősi horvát Brinjei nemzetség sarja Franjo Vlasic katonaként a napóleoni háborúban szerzett érdemeket, melyekért Mária Terézia lovagkereszttel tüntette ki. Előbb vezérezredesi, majd tábornoki rendfokozatot kapott. 1832-ben Horvátország és Szlavónia bánya lett. Egy évvel később nevezték ki erdélyi polgári és katonai biztossá. Ebben a minőségében támogatta az erdélyi ellenzéki arisztokrácia alkotmányos törekvéseit. A dombóvári horvát nemzetiségi önkormányzat a település híres szülötte Franjo Vlasic bán születésének 257. évfordulójára szervezett megemlékezést és koszorúzást a Vlasic udvarban. Kiváló katona, példás életű államférfi. És ilyenkor mindig érzelmeket telítődök, hiszen gondolom, hogy mai napig, és talán sosem mind napjainkban államférfiakra lenne szükség, hiszen ez a szó meg van töltve tartalommal, és korszakos alakokat illetünk ezzel. Szerintem politikus szele, Facebook huszár elég van, korszakos emberek lenne szükség. Biztatom a fiatalokat, hogy higgyék el, hogy mindegyünkben van egy korszem Franjo Vlasicból, találjuk meg, és azt a génünket próbáljuk erősíteni, és ez a világ jobbra fog fordulni. A megemlékezés Dombóvár várossá válásának 53. évfordulójához kapcsolódik. A ciklusokon keresztül azért dolgoztunk, hogy ez az emlékhely megvalósíthasson. Gugán Iván, az országos horvát önkormányzat elnöke beszédében kiemelte, Vlasicbán mind a horvát, mind pedig a magyar történelem fontos alakja volt. Az ő kezdeményezésükre lett ez a szobor és ez az udvar elnevezve Horváth bánról, és azt gondolom, hogy őneki szimbolikus jelentősége volt, mert a horvát és a magyar történelemnek fontos alakja volt, de mégis azt gondolom, hogy a szimbolikus abban az értelemben, hogy összeköti a két népet. A Kossuth Lajos utca és Szabadság út határolta köz 2014 óta viseli a dombóvári születésű horvát nemzetiségű politikus nevét.